Sziasztok! Spam vagyok, itt egy újabb a rész a mai elképesztősztikus 208. vicces Minecraft Pauk rész is elérkezett, amiben még mindig ugyanazzal a szerkezettel fogunk foglalkozni, de természetesen ebben a részben is láthattok egy kis újítást rajta. Szerintem egyből szembetűnő a változtatás. Nem más raktam ide, mint három bloknyi pókhálót. Na most, Hogyha láttatok már tőlem pókhálós báokat, hát ez nem olyan lesz, mint az eddigiek, ugyanis itt nem a pókhálónak ö, azt a szerepét fogjuk kihasználni, hogy bele ragadnak maguk a mobok, hanem egy teljesen más ö, részét fő kihasználni, egészen pontosan a színét. Gyorsan ide le is vágom a gyors jelünket, hogy lássátok, és itt az lesz a durva, hogy igazából nem is a creeper hanem maga a pókháló lesz az, ami igazán mérvadó, csak hogy kell egy kis kontraszt, ezért bepakoljuk oda a creeper és hogy lássátok, lássátok, hogy mégis itt mi történik. Tessék! Ez történik itt! azért mondtam, hogy kellett egy kis kontraszt, hogy alatt adják a creeper akik felfelé fognak törekedni egészen végig, addig, ameddig elemérik azt a kritikus pontot, ahonnan nem tudja már tovább kitolni magából őket a nyálka blokk. Látjátok, hogy itt gyakorlatilag a pókháló glitchel. Na most gondolom sokan próbálhatjátok megfejteni, hogy mégis mi a fene folyhat itt. Uh, azoknak, akik ezen töprengenek már, amióta én itt beszélek. Uh, elmondom, hogy. Nem más történik, mint hogy az End a vége az egy tökéletesen fényes felület, és az a tökéletesen fényes felület, ahogyan eltávolodik és közelítődik a pókháló felé, még egy teljes blokk, vagy gyakorlatilag, hogyha a végét nézzük, akkor majdnem egy kettő egész blokk távolságból is képes azt a fényt átadni, és emiatt láthatjuk ezt a, ezt a fény glitchet a pókhálón keresztül, amit bevallok őszintén, hogy egy teljesen másfajta bug tesztelésekor vettem hirtelen észre, ugyanis sajnos a bug nem jött össze, de mégiscsak megláttam, hogy mégis mi a fene lehet ez, és akkor, akkor határoztam úgy, hogy ezt be fogom rakni szintén egy részbe, tökéletesen látszik, hogy össze-vissza villog az egész, és Ezáltal gyakorlatilag ezt a kis meghibásodást okozva idézőjelek között, amiért ismételten ezt az Andrew-dat um, okolhatjuk, és itt látjátok gyakorlatilag egy teljesen jó közeli felvételről, hogy egyébként meg rohadtul nem villog. Tehát, a, hogyha alapból villogna a pókháló, azért az elég problematikus lenne. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is, hogyha bármilyen bug van, akkor azt nagyon megköszönöm, hogyha ledobáljátok kommentbe, vagy elkülditek a Facebook oldalamra, vagy esetleg az e-mail címemre, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is, és a következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!